Melyikre akarták, lilára vagy kékre? Szerintem lilára. Ó, én meg kéket mondtam volna. Kékla! Az előbb Wyatt Darcyt láttam, ti meg mit műveltek? Nem, ezt elrakott a sárgára kellett festeni. Hát, mi is tudtuk volna, ha itt vagy, és mondod, ügyelőkém. Igen, több szem többet lilát. És kéket. Te kékla. Jó, hagyjuk a falat. Wyatt Darcy itt van a suliban. Megint vita verseny lesz. Nem, nem. A versenyidőszaknak vége. Semmi oka, hogy itt cirkáljon azzal a tökéletes mindentudok arcával. Mondos is ez durva. Tudod, mi a durva? Hogy Wyatt Darcy itt van. Ó, örülök neked. És mint a legjobb kerítő, maga miatt is örülök. Hogy segíthetek? Azonnal ide rohantam, mikor láttam, hogy erre jön, úgyhogy át kellene vennünk a csajos listát. Haj? Pipa? Ruha? Késő átöltözni, de Pipa. Igen. Kisugárzás? Pipa! Köszi! Szia, Nia! Szia, Wyatt! Rég láttalak! Tényleg? Mert körbenéztem, mikor a neveden szólítottalak a folyosón, majd elrohantál. Átiratkoztam ide, amúgy nagyon gyors vagy. Várj, átiratkoztál? A Carverbe, épp oda, ahova én járok. Hát ez szép oldaltáska, ha jól sejtem, nem zavar, ha fájni fog a hátad. Valójában egy oldaltáska jobb, mint egy helytelenül bepakolt hátizsák. Wyatt, ha rám célozgatsz, én sosem pakolnék be helytelenül egy hátizsákot. Szólíts meg holnap, meglátod, milyen komoly ember leszek. Nem, ez így nem jó. Ne bámulj folyton, Griffin! Mercutio az enyém. Szia, Levi! Hé, mi borított ki ennyire? Ez a darab. Kim rendező állandóan velem van elfoglalva. Anyám nagy rajongója, és mikor rájött, hogy én vagyok a fia, betett a gimis előadásba, hogy én legyek Mercutio. A felső színdarabban egy edzőt játszottam. Volt két sorom. Nyugi, jó? Gyakorlok veled. Hű, tényleg nagyon zavaró az a srác. Ha az ideg nem készít ki, Griffin biztos megteszi. Mi az? Raven vagyok a harmadikról. Bocsi, nem számítottam magára a szomszéd figyelőn. Lent találtam. Na, Mr. Nyávogi? Várjunk, honnan van hordozója? Ez egy egérketrez, de a gyerekeimnek már nincs egerük. A szőrcsomót a macskában találtam. Gratulálok, kislány! Honnan tudja? A lányom is így nézett ki. Ó, sokan vannak szomszédok, finom sajtot eszegetve. Már nagyok a gyerekei. Sokat lógunk a szomszéd figyelőnkkel. Igen, nem sok történik a szomszédságban. De Tracy kiváló sütiket süt. Hát ezt meg kell vizsgálni. Ezt mondanám, ha nem kellene hazamennem, megakadályozni, hogy a fiam kiegye a hűtőt, mint ha valaki egy porszívót tett volna a hűtőbe. Tudja, hogy mire gondolok. Nem rág, nem nyel, simán csak felszippantja az ennivalót. Maga annyira vicces. Tudom. Remek ötlet. Csatlakozzon a tető előadásunkhoz. Stand-up-olhatna. Stand-up? Igen, sikere lenne. Sikere? Nekem? Szerepelni? Már hívott a színpad. Sajnos rossz számon. A rajongóitól? Jó, akkor csing-csing, halló, itt vagyok, jó számon hívott. Anya, sztár leszek? Ha! Mit akarsz tőlem? Pusztán 9 életed közül az egyiket. Oké, és most döf le. Jaj, dögvész mind a két családra. Nem tudom, mit aggódsz annyira. Úgy haldokolsz, mint egy profi Mercutio. Köszönöm a segítségedet. Nem beszélsz anyukáddal? Ha tudná, mennyire izgulsz, talán nem várna el ennyit. Ugyan, túl komolyan veszi ezt az egészet. Egyszer Shakespeare-t játszott a park... Tudom, már hallottam róla. Hadd fejezzem be. Shakespeare-t játszott a parkolóban. Ígérd meg, hogy nem mondod el neki. Jó, rendben. Nem fogom. Kapok még egy szúrást a harc jelenetben.
Miután láttam ezt az előadást, át kell gondolnom a szereplőgárdámat. Jaj, ne! Ez borzalmas! Jól vagyok, mi színházi emberek ezt nevezzük játéknak. Csak a rendező nem hívja játéknak.